Sziasztok, Dani vagyok, ez a Csak egy ötlet sorozatunk következő része. Vágjunk bele! Sokszor dilemma, hogyha orromszegélyről van szó, akkor bádog legyen, vagy szegélycserép. Hát ilyen megoldást még soha nem láttam, gondoltam, megmutatom nektek is. Megfordítom a kamerát. Se szegélycserép, se bádog, hanem csak kupcserép és cserép. Hát ilyet még nem láttam, nem tudom, hogy ez egy olcsóbb vagy jobb megoldás-e. Az biztos, hogy talán érdekesebben néz ki a homlokzat. Ugye innen is a cserépnek a mintája látszódik. Hát annyi, hogy ez egy ferde, ugye nem derékszöges az épület. Végig le van szépen kupozva, és az első sor cserép az. Majdnem, hogy vízszintesen vagy keresztben van feltéve. Hát több ilyet láttam itt a környéken, de nem tudom eldönteni, hogy ez jól néz ki, vagy nem néz ki jól. Az biztos, hogy nem olcsóbb, mert szerintem a szegélycserép amennyibe kerül, annak az árából körülbelül kupot tudunk venni, de maximum annyit. Szóval majdnem mindegy, hogy kupot vásárolunk, vagy szegélycserepet. Jó, ennél a megoldásnál maximum a bádog jöhetett volna még szóba, mert ugye itt nem derékszöges az épületnek a tűzfala vagy az oromfala. Na mindegy, csak mindegy érdekesség gondoltam, megmutatom. Írjátok meg, ha tudjátok, hogy hol vannak ilyen tetők. Na de ha még itt vagytok, akkor megmutatok még egy ilyen tetőt, ami pontosan ugyanígy néz ki. Itt van, mindjárt fordítom a kamerát, és akkor át tudok közelíteni. Itt is teljesen ugyanez a megoldás van. Tényleg olcsóbbnak úgy gondolom, hogy nem olcsóbb, mert valószínűleg egy kupcserép is belekerül annyiba, mint egy szegélycserép. Itt ráadásul talán derékszöges is az épület. Ja, kicsit sötét van már, azért nem tudok szebb képet vagy videót mutatni róla. Szóval, ja, ez inkább ízlés kérdése szerintem. De megmondom őszintén, nem néz ki rosszul. Soha nem jutott volna eszembe magamtól, hogy ilyet csináljak. Ti láttatok már ilyet, vagy csináltatok már ilyet? Ha igen, akkor ezt is írjátok meg kommentben, és nem sokára jövünk egy következő videóval. Fejlemények vannak a tondakkal kapcsolatban. Kaptam egy megkeresést, úgyhogy ha minden igaz, akkor ennek lesz folytatása. Úgyhogy nézzétek a csatornámat, ha nem akarjátok lemaradni arról a videóról, iratkozzatok fel, és nem sokára jönnek a részletek. Sziasztok!